bemutatjuk a Derrick című bűnügyi filmsorozat Pireuszi kaland című epizódját. Nem jelentkezik? Derrick? Igen. Igen, itt van. Harry, egy bűbájos hölgy keres. Igen, jövök. Mondd, mindenre van valami megjegyzés? Nem mindenre, de erre van. Köszönöm. Halló? Hanna? Hogy vagy? Jó, hogy elértelek. Beszélnünk kellene. Fontos, van egy kis időd. Időm? Mi az a fontos? Találkoznunk kellene minél hamarabb. Muszáj, Harry. Az életemről van szó. Rendben. Hol találkozzunk? Emlékszel még a mi kis kávéházunkra? Igen. Akkor ott. Ott leszek. Mi van? Ő az a stewardess, akit 3 hónapja ismertem meg. Azt mondja, hogy életveszélyben van. Aténben kaptam 3 szabadnapot, mert személyzetcsere volt. Pireuszban megismerkedtem egy jó kiállású, intelligens férfival, egy tengerbiológussal. Jól éreztem magam vele. A kutatóhajó, amin dolgozott, Pireuszban horgonyzott. Nagyon szimpatikus volt nekem. Ezt kevés férfiról mondhatom el. És képzeld, azt akarta, hogy valamit hozzak magammal Németországba. Egy kis bőröndöt, ami nem túl nehéz. Kutatási adatokat, amelyeket nem akart postára adni. Ismétlem, a férfi nagyon szimpatikus volt nekem, ezért beleegyeztem, hogy elhozom. Átadta nekem a bőröndöt. Úgy ekkorát. 3-4 kiló lehetett. Tudom, hogy olyasmit tettem, ami szigorúan tilos. Kétségeim támadtak, és úgy gondoltam, nem csinálom. Visszaadom neki, hivatkozva a szabályzatra. Azt mondom, sajnálom, nem szabad ezt elvinnem. Elmentem Pireuszba. De nem találtam a férfit. A kutatóhajón nem is ismerték őt. De nagyon érdekelt, hogy mit kell Németországba hoznom. Hanna, és fölnyitottad a bőröndöt? Igen. Felfeszítettem. És mi volt benne? 3 kiló heroin. Hogy nézett ki? Műanyag zacskókban volt? Műanyag zacskókban. Mit csinálhattam volna? 2 órán volt az indulásig. Forduljak a rendőrséghez. Elhinnék ezt a történetet. Hiszen tudod jól, ha valakinél kábítószert találnak, 15 év börtönt is kaphat, és ott Görögországban. Igen. És mit csináltál? Megijedtem. Pánikba estem. És kiöntöttem. Kiöntöttem a lefolyóba. És
Itt Németországban mit kell tenni a bőröndre? Valaki majd érte jön. Kicsoda? Egy ismerőse jön érte. Bizonyos doktor Stein. Ő persze tudja, hogy mi van a bőröndben. Harry, én egy kábítószerügybe keveredtem, érted már? Mit mondjak ennek az embernek? Megmondjam neki, hogy tudom, mi volt a bőröndben, és kiöntöttem az egészet. Ennyi heroint. 3 kilót. Mennyit érhet ez? 1 milliót? 2 milliót? Egyet biztosan. Te voltál az egyetlen reményem. Csak te segítesz rajta, Mári. Reimers kisasszony, magának azonnal a rendőrséghez kellett volna fordulnia. És szerinted hittek volna neki? Miért ne? De a félelme érthető volt, nem? Igen, persze. Mondja csak, valaki már jelentkezett magánál? A telefonom egy párszor már megszólalt, de nem vettem fel. Ez jó. Nagyon jó. Bárcsak, Harry. Van egy gyilkossági ügyünk. A Schliemann ügy. Ott semmire se jutottunk. Schliemann, mi is volt ez? Igen, a lebúj. Igen, kábítószer volt a dologban. Jó, akkor menjünk át a kábítószeres kollégákhoz. Várjon itt egy kicsit, jó? Willy? Igen? Csinálj a hölgynek egy jó kávét. Igen, ez nagyon nagy lehetőség, hogy a háttérembereket megismerjük. De még mindig nem értem, honnan tudjuk meg, ki ölte meg Schliemannt? Na igen, ezt nem tudja senki, de talán ezeken az embereken keresztül megtaláljuk a tettest. Jobban együtt kellene működni. De ehhez ügyesnek kell lennünk. Hogy ügyesnek? A Stewardessnek mi a teljes neve? Hanna Reimers. Jól van. Ha mostanában jelentkezik nála valaki, mi csináljunk, felügyelő úr? Először is egy pillanat. Dob már ezt el, idő előtt meghalsz, esküszöm. Először is a hölgynek semmi esetre sem szabad megmondania, hogy tudja, mi volt a bőrösben. Én is gondoltam. Igen. Ez az egyetlen módja, hogy azt az embert azonosítsuk és őrizetbe vegyük. A letartóztatásnak úgy kell történnie, úgy kell kinéznie, hogy a nőnek semmi köze nincs a dologhoz. Ez természetes. Mégis hogy képzeled? Ezt jól át kell gondolni. Nagyon körültekintően kell megtervezni. Meg kell tervezni, de hogyan? Hanna életveszélyben van. Tudom, hogy életveszélyben van. Az egészet ez nehezíti meg igazán. Te szereted ezt a lányt? Aggódom érte. Értem. Nem mondhatja, hogy a bőröndöt elkobozták? Harry. Tudom, de ha azt mondja, hogy az árut eldobta, megölik őt. Az biztos. Billy! Igen? Mi a véleményed róla? Úgy látom, fél. Szabad valamit javasolnom? Megvárom a telefonhívást. Hogy dr. Stein felhívjon, és hogy megbeszéljünk egy találkát. Előbb-utóbb biztos, hogy újra hív. Tehát megegyezünk egy időpontban. Maguk oda jönnek, és elfogják őt. Aztán engem is őrizetbe vesznek. Akkor azt fogják hinni, hogy engem feldobtak. Vagy az az ember Athénban, vagy az ő emberei. Ez pontosan az, amit a kábítószeres kollégák javasoltak. Ez csodálatos. Csak túl bonyolult. Minél egyszerűbb egy intézkedés, annál hatékonyabb. Hogy nézett ki az a bőrönd, amit magának átadtak? Pontosan így. Csak nem ez az eredeti bőrönd. De ez. Remek. Nagyon jó. Most jól figyeljen rám. Megtöltünk műanyag zacskókat tejporral, és aztán, amikor a férfi telefonál, megbeszél vele egy időpontot, odamegy, és átadja a bőröndöt. Jó. A kábítószercsoport követi, a kellő pillanatban elfogja, a lényeg, hogy ne túl korán, de ne is későn. Mert neki nem szabad tudni, hogy nincs heroin a bőröndben. És biztosnak kell lennie abban, hogy a dolog sikerült. Nem lehet összefüggés az elfogatása és a maga személye között. Hanna, megértette? Igen.
és így vége lesz az egésznek. Lehetséges. Azt hiszem, ebben is van egy kis kockázat, de másképp nem megy, ugye? Vegye fel. Nyugodt légy. Semmit nem szabad észrevenni a hangodon. Igen, tessék. Jó napot, dr. Stein vagyok. Beszélhetnék Hanna Reimers kisasszonnyal? Tessék, Hanna Reimers vagyok. Á, maga a Stein úr, akinek azt a bőröndöt hoztam Athénből. Igen, az vagyok. Nagyon kellemes napokat töltöttem a kollégájával. Igen, mesélte nekem. Maga nagyon jó benyomást tett rá. Ezért is bízta magára azokat az iratokat. Elmehetek valamikor érte? Mikor akar eljönni? Perceken belül magánál lehetek. Egy telefonfülkéből beszélek. Csak nem a lakás előtt. Valaki jött. Éppen jött valaki. Egy pillanat türelmet kérek. Mondja, hogy váratlan látogatója érkezett, de jöjjön ide nyugodtan is, hogy lenne kedve magával meginni egy kávét. Ne féljen, nem fogja ezt az ajánlatot elfogadni, éppen azért, mert nincs egyedül. Jöjjön! Bocsásson meg, de éppen vendégem jött, de nyugodtan jöjjön ide. Halló? Ott van még? Igen, de nem szeretnék zavarni. Ugyan egyáltalán nem zavar, és iszik itt nálam egy kávét. Nem, talán akkor most nem. Később újra telefonálok. Talán ma este otthon lesz? Igen, itthon leszek. Jó, akkor hívom. Na látja, most már lesz elég időnk felkészülni. Halló? Dr. Stein vagyok. Ott van még a vendége? Nincs. Jöjjön csak nyugodtan. Mikor jön? 5 perc múlva ott vagyok. Várom magát. Jó? Csodás! Ne felejtsd el. Nem tudod, hogy mi van a bőrönben, érted? Igen. Na, gyerünk, mozgás! Stefan. A barátunk bejelentkezett. 5 perc múlva itt lesz. Rendben, Ári. És hogy van a hölgy? Jól. Teszi a dolgát. Rögtön ott leszünk. Rendben. Értettem. Véget. Tudod, milyen vagy? Szuper! Megértettem. 5 perc múlva. Mindenkinek. 5 perc múlva. 5 perc múlva. Értettem. Na, izgul? Egy kicsit. Nem történhet semmi. Mi a másik szobában leszünk. Minden világos? Persze világos. Jó. És tartsd nyitva a szemed! Ez a rohadt sisak! Erik, itt van egy motorkerékpáros. Jól van. Megjött. Kisasszony, egyáltalán nem kell félnie. Nem, egyáltalán nem. Hanna, természetes legyél, jó? Mi itt vagyunk.
Dr. Stein? Igen, én vagyok. A tengerbiológus. Először is jó estét. Bocsásson meg a késői zavarásért. Nem tesz semmit. Parancsoljon. Köszönöm. Milyen szép itt magánál. Maguknak borzasztóan érdekes foglalkozásuk van. A kollégája nagyon sokat mesélt róla. Nagyon irigyeltem őt. A maguk hivatása is igazán érdekes. Tudom. Stewardess. Megvan az árnyoldala is. Megkínálhatom valamivel? Nem, köszönöm. Nem kérek semmit. Én csak a bőröndért jöttem. Ez egy bőrönd? Igen, igen, egy kis bőrönd. Nem volt vele semmi probléma? Probléma? Hogy érti ezt? Hát csak úgy, mert igazán sajnáltam volna. De biztos nem került egy fáradtságába? Egyáltalán nem. De már is hozom a bőröndöt. Kisasszony, úgy álljanak, hogy lássam az arcát, jó? Tessék, itt van. Egyébként nem adtak vele kulcsot. Nem tudom, baj? Nem, nem. Jó így. Hát, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem. Gyakran repül az aténi járaton? Jelenleg kétszer egy héten. Tudja, nekünk nagyon fontos, hogy a kutatási adatok ne vesszenek el. Esetleg máskor is fordulhatunk magához ilyen ügyben? Nem tudom. Ezt nekünk tiltja a szabályzat. Még egyszer köszönöm. Esetleg meghálálhatom valamivel? Nem, nem. Csak szívességet tettem a kollégájának, aki nagyon szimpatikus volt nekem. Akkor hálás köszönetem. Ó, ne erre! A kijárat ott van. Ó, bocsássam meg. Hát persze. Csak hogy elment. Most indul lefelé. Rendben, értettem. Hiszen mindent jól csináltam. Egyébként nem is izgultam. Az elején egy kicsit, de aztán erőt vettem magamon. Ugye igazán jól csináltam. Hiszen hallottunk téged. De tényleg nagyon jól csinálta, ugye? És most követik, ugye? Igen, majd kiderül, hová megy, kihez, és hol kell a bőröndöt átadnia. De mielőtt a bőröndöt felnyitnak... Lefoglalják, őt pedig őrizetbe veszik. Mert kábítószer volt nála. Így van. Igen, igen. Most végre megkönnyebbültem. Nem hiszem, hogy tudtam volna aludni. Most talán megkínálhatom magukat valamivel. Nem, nem, köszönöm. Megyek vissza az irodába. Nári, gondolom, te itt maradsz, amíg meg nem tudjuk, hogy minden úgy sikerült-e, hogy azt elterveztük. Nagyon köszönöm. Sokat segített nekünk. Maga remek volt. Állj már meg! Követnek, hagyj gázt! A francba!
Lezárni a környéket. Minden egységnek a Goliéteret lezárni. Adjak lányfelügyelőt. Már is. Halló? Harry, figyelj, sajnálom, de a motorkerékpáros eltűnt. Micsoda? Hát ez nem lehet igaz. És ez azt jelenti, már tudják, hogy a bőröndben tejpor van. És ez teljesen új helyzetet teremt. Kérlek, maradj a lakásban. Rögtön indulok, jó? Azt hiszem, túl korán ittunk a medve bőrére. Harry, én félek. Hogy veszíthették a motort szem elől? Ezt nem fogják eltűrni. Valamit lépni fognak. Félek. Értsd meg, félek! Mi ez? Mi történt? Semmi. Hallgass ide. Igen. Most már biztos észrevették, hogy becsapták őket, csak még azt nem tudják, hogy ki. Az aténi emberük, vagy a hölgy? De hogy ő? Tőlem mit akarhatnak? A bőrönd talán nem ment keresztül a vámon, de vagy igen. Ő feltűnt valakinek? Vagy felfedezték, mi van a bőröndben? De hát kényszeríthették, hogy a rendőrséggel együtt dolgozzon, és ha igen, úgy a motorost csak ő tudja felismerni. Ő az egyetlen, aki látta őt, látta az arcát, ő is senki más. Bukó sisakot viselt, amikor a házba lépett is. Akkor is, amikor kilépett onnan. Én is tudom, hogy veszélyben van. Mikor lép ismét szolgálatba? Most 10 napig szabad vagyok. 10 napig nem tudna valahol máshol lakni? A szüleimnél. Vagy a nővéremnél. Már itt van. Ez csak ő lehet. Tehát figyeljen, ha a motorkerékpáros az maga nem tudja, hogy miről beszél maga. Tett valami szívességet valakinek, egy embernek. Aténban különben semmit sem tud. Egyáltalán semmit. Világos? Vegye fel. Nem akarom. Muszáj, vegye fel. Vedd fel. Hello. Itt újra Dr. Stein. Remélem, nem zavarom magát. Kérem, én már majdnem elaludtam. Mit akar tulajdonképpen? Már aludt, akkor bocsásson meg. Csak szeretnék magával még egyszer találkozni. Még egyszer találkozni? Szívesen, de remélem nem most rögtön. Nem, nem. Csak mondja meg mikor. Holnap, akár korán reggel. Holnap reggel? Nem, nekem dolgom van. De délután szívesen, mikor és hol? Lehetne ismét magánál? Igen. 3-kor. Jó, rendben, köszönöm. Sajnálom, ha felébresztettem. Magának túl friss a hangja ahhoz képest, hogy most ébresztettem fel. Jó hét. Ez az utolsó megjegyzése, hogy magának túl friss a hangja ahhoz képest, hogy most ébresztettem fel, ez jelent valamit? Hogy? Nem csináltam jól a dolgom? Nagyon jól csinálta. Pakolja össze a legszükségesebbeket, itt nem maradhat. Ő a nővérem, Lydia. Szervusz, Lydia! Hanna! Mi van, mi történt? Az urak a bűnügyi rendőrségtől vannak. Letartóztattak? Dehogy is, csak gondjaim vannak. Figyelj ide, itt maradhatok nálad ma éjszakára. Persze, de akkor haza kell ezt a pasast küldenem.
Figyelj ide, vendégem jött. Most nem jöhetsz fel hozzám. Légy jó, kisfiú. Biztos találsz taxit. Van pénzed? Van. Azt hiszem, most nekem nagyon nehéz lesz. Számíthatok rád? Természetesen. Ugye semmit sem hallgatsz el előlem. Mindent tudni akarok. Mindegy, hogy jó vagy rossz. Megígéred nekem? Még mindig veszélyben van a húgom? Igen. Azt hiszem, igen. Addig mindenképpen, amíg a motoros meg nem találjuk és el nem fogjuk. És mennyiről van itt szó valójában? Várjon csak. Úgy... egy másfél millióról, ha jól számolom. Ennyiért már ideges lehet az ember. Igen. Én is ideges lennék, ha megtudnám, hogy másfél millióm lefolyt egy aténi klotyón. Tőlem itt maradhat, ameddig csak akar. Ez jó. Nagyon jó. Mi a foglalkozása? Egy rádiónál dolgozom. Egy magánrádiónál. Mindenfélét csinálok. A délutáni adás, az az én műsorom. Hánytól? Mikor délután? 3 és 4 között. Sajnálom, nem hallottam. Az irodában annyi minden van ilyenkor, hogy nem... Maga szereti a hivatását? Igen. Igen. És tartsd nyitva a szemed! A motor? A rendszám hamis. 2 van belőle. Mondd csak, és mi van a környékkel, ahol a motoros eltűnt? Végig kutattuk. Az egész területet átnéztük. Folytatják a kutatást. A motor adatait is minden illetékes megkapta. Gyűjts fel, légy szíves. Igen, hát van még egy lehetőségünk, hogy az emberünk megjelenik a stewardessnél. Igen, 3-kor... nem lesz ott. De ezt nem lehet előre tudni. Nem, persze, hogy nem. És erre az esetőségre már elő is készítettünk mindent. Minden esetre a kisasszonynak segítenie kell egy fantomkép elkészítésében. Ő az egyetlen, aki a motoros látta. Kérdezd meg, ki az? Nekem ez új, ehhez még hozzá kell szoknom. Jól van. Ki az? Én vagyok. Ki az az én? Ez Harry, nyisd ki! Hello. Hello. Ó. Na? Mi újság? Szervusz. Szervusz. Mi történt? Te sírtál? Ma éjjel nem tudtam aludni. Ezt meg tudom érteni. Pontosan reggelire érkezett. Reggeli? 11 óra van. Sajnálom, mi nagyon szeretünk aludni. Köszönöm, én már reggeliztem. Van valami híre? Nincs. A férfi, akit dr. Stein néven ismerünk, sehol sem található. Iszik velünk egy kávét? Szívesen. Milyen kellemes itt. Gyere, ülj le. Köszönöm. Hanna, tényleg nem történt semmi? Hogy érti ezt? Mi történt? Például, hogy keresték volna a maga testvérét. Tudom, itt is veszélyben van. Köszönöm. Támadt egy különös ötletem. Hagyja a csodába ezt az egész nyomozást. Mi lenne, ha inkább velem foglalkozna? Lydia. És mi van a kávéval? Harry. 3-kor a lakásomban kell lennie. Szerinted eljön? Igen. Lehet, hogy eljön. Na, egy bolygyot! Kérem, ez köszönöm meg! Igen, tessék. Itt dr. Stein.
Maga az, kisasszony? Igen, én vagyok. 3 óra van, várom magát a kávéval. Hol marad? Gyűlölöm lemondani a megbeszéléseket. De valami közbe jött. Szóval nem is jön? Elhalasztva, nem elszalasztva. Jelentkezem valamikor, valahol. Hogy beszélgessünk, de nem kávé mellett. Ez az. Tud mindent. Az utolsó mondat szinte fenyegetés volt. Van még egy lehetőség? Én nem látok. Hiszen tudja, hogy a rendőrség várt rá azt is, hogy a lány ismeri őt, és nincs egyedül. Küldeni fog majd valakit. Egy embert, akit a lány nem ismer, akit senki sem ismer. Nem, nem. Ez nem egy jó helyzet. Igen, tessék. Én vagyok Harry. Minden rendben? Igen, köszönöm. Itt nincs semmi probléma. Csak egy kicsit unalmas egyedül. Lydia bent van a stúdióban. Ki kell bírnod. Nem történt semmi? Nem, semmi. Figyelj csak, 2 óra múlva ott leszek. Nagyon várlak. Be akar jönni? Nem, nem, köszönöm. Miért akarnak? Adásunknak az a célja, hogy különleges zenei kívánságoknak is eleget tegyen. Találkozások kedvelt dallamokkal. Imádom a jazz. És mit szeret a jazz zenén? A jazz sohasem tolakodó. Hello, Anna. Ismét nálunk. Mondd csak, most honnan jössz? Hatémből jött. Látod, ez az igazi. Mi rabszolgák vagyunk. Anna pedig egy repülő rabszolga. De Anna, ne mondj. Gyere, gyere. Mukikám. Mi van, mit akarsz? Ma este ráérsz? Igen, miért? Meghívtok? Meghívunk? Ez fantasztikus. Ez hihetetlen, hogy nekem milyen jó, hogy milyen jó nekem. Ciao. Parancsoljanak. Köszönöm. Mi történt? Miért jöttél ide? Nem szabadna a lakást elhagynod. Ki akartam menni a friss levegőre. Egy kicsit sétálni, amikor egy fiatal ember jött a kapuhoz. Megnyomta a csengőt. A te lakásod csengőjét. Vártál valakit? Fiatal embert nem. Az is igaz, hogy sok pasas jár hozzám. Hogy nézett ki? Olyan 30 év körüli. Bőrdzsekit viselt, és elég jól nézett ki. Ilyenre nem emlékszem. Hívd fel Harryt, és mondd ezt el neki. Igen. Valamit még el kell intéznem. Várj meg itt. Harry, történt valami, miután beszéltünk telefonon. Sétálni akartam egy kicsit, amikor csöngettek. Nem nyitottam ajtót, de amikor elindultam kifelé, találkoztam egy fekete bőrcsek is fiatal emberre. Hol vagy most? Bent vagyok Lydiánál a stúdióban. Most akarunk hazaindulni. Várj egy pillanat. Itt Derek felügyelő. Mondtam magának, hogy a házat nem szabad elhagynia. Megmondtam, nem? Lydia lakása alatt van még garázs? Van. Jó. 1 óra múlva, nem előbb, nem később, oda megyünk kocsival a mély garázsba. Adjon személyre írást a fiatal emberről. Olyan 180 magas, fekete hajú, 30 év körüli. Thank you.
beszéltek, most ment ki. Igen, értettem. Figyelem, figyelem, minden kocsinak, minden kocsinak! Remélem, most elkapják. Ugye pontosak vagyunk? Történt valami? Nem, nem. Egyáltalán nem. Egészségére. A garázs csapda volt. Leráztam őket. Rendben, megyek. Megették. Nagyon jó. Tedd el. Egészségére. Mit szól ehhez a meghívóhoz, dr. Stein? Dr. Stein úr, hogy pontosak legyünk. Ó, bocsánat. Le akarnak tartóztatni? Pontosan. Van az urak számára egy kávé? Igen. Megvannak. Most már ünnepelhetünk. Vagy más a véleményünk? Harry? Igen, a két embert elfogták. Dr. Steint és egy bizonyos Kélert. Igen, valóban elfogták őket. De még nem tudjuk pontosan, hány ember tartozik hozzájuk. Tehát személy szerint azt tanácsolnám magának, hogy még ne érezze magát biztonságban, jó? Ígyunk valamit. Szerinted még nem múlt el a veszély? Nem. Hogy érzed magad? Egész jól. Menjünk el valahová? Megígértük, hogy nem. Nekem pedig az a véleményem, hogy nem ártana neked most egy kis kikapcsolódás. Vagy lehetséges, hogy tévedek? Inkább zenét hallgatni. Képzeld el, ami történt. Egy nő. Tudod, hogy milyen zenét kért? Ami olyan szép, szomorú. Szomorú vagy? Egy kicsit. Ne mondd. És miért vagy szomorú? Nem vagyok az. Akkor milyen a hangulatod? Inkább
Elbambultam egy kicsit. Én is. Szerintem már elfelejtettek. Nem felejtettünk el. Jó, mindjárt átülök hozzátok. Köszönöm, Leo. Mondd csak, ismered azt a két fazon Zundermannal? Színészek, de vigyázzatok velük. Miért? Na ide figyelj, mondok neked valamit. Vendégek, de utálom őket. Miért nem dobod ki őket? Hiába, ha egyet kidobok, kettő jön helyette, és a végén többen lesznek, mint a rendes vendégek. Van itt olyan? Na most egyet sem látok. További kellemes estét. Drogosok? Ide csak olyanok járnak. És ha azt mondja, hogy nem szereti az ilyen vendégeket, akkor hazudik. Sokan járnak ide, mert itt lehet anyagot kapni. És Zundermann? Ő is nyakig benne van. Látszik is rajta, de nem is titkolja. Azt mondja, kinyitsz egy ajtót, és a paradicsomban vagy. Kinyílik, és bezáródik. De egyre nehezebben nyílik. Már csak záródik. Hello, Anna. Hogy érzed magad nálunk? Köszönöm, jól. Új parfüm. Csodás. Nagyszerű. A két Palival olyan jól megértjük egymást. Nem akarod őket megismerni? Semmi szükségem rájuk. Semmi szükség? Mondd csak, mi van veled mostanában? Menjünk, igyunk valamit. Rendeltetek már nekem? Mondtam már, hogy a vendégünk vagy. Ó, persze, elfelejtettem, köszönöm. Megyek vissza a két Palihoz. Nagyon megbántjátok őket. Kár, hogy hallani sem akartok róluk. Mindjárt jövök vissza. Bizony. Ő már megérkezett a paradicsomba. Kapott egy löketet, és kinyílt az ajtója. Nézed, Erik! Stein lakásában semmit nem találtunk. Az autók, a garázs, semmi. Abszolút semmi bizonyíték. Akkor mivel vádoljuk tulajdonképpen? Hogy 2 vagy 3 kiló heroint akart elhozni valakitől? De hát heroin a szóba se került. Csak a kutatási adatok. Amit valaki szívességből, Athénből, Münchenbe hozott. A heroin nincs nála. Senki se látta. Mi bizonyítja, hogy a stewardess igazat mond? De hát ez őrültség. Milyen intézetből van ez az ember, és milyen kutatási adatok ezek? És valóban tudós, vagy tengerbiológus? Természetesen nem az. Tudjuk, hogy hazudik. De nem tudjuk rábizonyítani, hogy heroint várt. Sajnos nem. Az egyetlen, amit bizonyítani tudunk, az engedély nélküli fegyverviselés. De ezért nem lehet őket fogva tartani. Ez azt jelenti, hogy szabadon kell engedni ezeket. Stefan... Stefan. Valahol nagyon mellé fogtunk. Igen, tessék. Értsd meg, Hanna, nincs bizonyíték a kezünkben. Szabadon kell engedni őket. Hallottad, Hanna? Hallottam. És ez... akkor mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a te helyzeted nem lesz könnyebb. Ári? Egy pillanat, a felügyelő úr akar veled beszélni. Kisasszony, hallgasson rám, van egy lehetőség. Egy szembesítés. Elmeséli ennek az embernek, hogy mi történt.
Hallja? Hallom. Ő természetesen tagadni fogja, hogy heroin küldeményt várt. De nem tehet más, tudomásul kell vennie azt, amit maga mond. Azt hiszem, ez a lényeg. És ez számomra megoldás? Igen. Kénytelen lesz tudomásul venni. Biztos, hogy ő mondja a magáét, de legalább megismeri a maga helyzetét ebben az ügyben. Gondolod, hogy elhiszi? Én is ott lehetek? Nem, maradjon itt. Jöjjön. Kezdje el, kisasszony. Én Pireuszban megismertem egy férfit, aki tengerbiológusként mutatkozott be, és kért, hogy vigyek el valamit Németországba. Kutatási adatok, ilyesmit mondott. Nekünk szigorúan tilos bármit Németországba magunkkal vinni, vagy szállítani. Még ha csak egy levélről van szó, az sem. Tudom, hogy hibát követtem el, amikor ennek a férfinak megígértem, hogy szívességet teszek neki. Átadott nekem egy bőröndöt, amely valamivel nagyobb és nehezebb volt, mint amit gondoltam. Hirtelen gyanús lett. Elmentem Pireuszba, hogy a férfinek visszaadjam a bőröndöt, de nem találtam, sőt a kutatóhajót sem, amiről annyit beszélt. Nem tudtam, mit kellene csinálnom. Felnyitottam a bőröndöt, és három műanyag zacskót találtam benne, tele valamilyen fehér porral, kábítószer, heroin, kokain. Nem tudtam. Folytassa. Én nem tudtam, hogy mit csináljak. Álltam a szállodai szobámban, lent várt a kocsi, már indulnom kellett a repülőtérre. És akkor egy őrületes félelem fogott el. Kiöntöttem az egészet. A fürdőszobában kiöntöttem, beleöntöttem a lefolyóba. Egy szót sem értek az egészből. Annyira féltem, hogy a megérkezésem után rögtön értesítettem a rendőrséget. Hiszen tudtam, hogy valaki majd jön és követeli a bőröndöt tőlem. Mit mondjak majd ennek az embernek? El fogja hinni nekem, ezért értesítettem a rendőrséget. Aha. Szóval, ki öntötte? De tulajdonképpen mit öntött ki? Mi volt az? Talán mosópor vagy gipsz? Heroin, kokain. Ezt maga csak kitalálta. Nyugalom, doktor Stein, nyugalom. A kutatási adatok pedig a maga fantáziájának a szüleményei. Kicsoda maga? Megmondaná, miféle tudós maga? Dr. Stein. Nincs foglalkozása, de tehetős ember. Jól ismerik a hálózatban. A kábítószer hálózatban. Ott ismerősen cseng a neve. Egy ember, akire idáig semmit sem tudtak rábizonyítani. Pedig számomra teljesen egyértelmű, hogy maga milyen szállítmányra várt. Heroin szállítmányra. Számomra az az egyértelmű, hogy semmilyen okuk nincs rá, hogy engem itt tartsanak. És ha nem tudnak semmit bizonyítani, akkor én most megyek. Na, mi volt? Megszabadultam tőle. Elmehetünk? Nyugodtan. Még egyszer, köszönöm. Ma este találkozunk. Felhívlak. Rendben. Viszontlátásra, Reimers kisasszony. Sundermann, ez mit keres itt? Hát különös vége lett ennek a történetnek. Igen. Igen. Stefan, mondd csak, már nem kell félnie tőlük. Félnie? Én meglehetősen nyugodtnak láttam. Igen, ez egy más generáció, egy egészen új generáció. Mesélj, milyenek? Önállóak, véleményük van, mégpedig szilárd véleményük, és ami a legfontosabb, a sajátjuk. Mi pedig kikerüljük, megkerüljük a dolgokat.
Nem tudom, hogy mondjam ezt, szóval nem vagyunk már olyan eltökéltek, mint korábban. Hiszen ez szörnyű. Nem, inkább szép. És a nővérke mi van vele? Ő is olyan. Fajja a férfiakat, de keményen bánik velük. Hogyan? Igen, nem veszi őket komolyan. Vagy úgy, igen, és te is ilyen helyzetben vagy ott? Már bocsáss meg. Hát, az az érzésem, hogy engem sem vesznek, ha igazán komolyan. Úgy gondolom, ő szüksége van rám, és most még fontosabb vagyok, mint máskor. Halló? Én vagyok, Harry. Hanna otthon van? Mit csinálnak ma este? Mit csinálunk ma este? Mit is csinálunk? Itthon maradunk. Beszélhetnék Hannával? Hanna? Ő most a kádban van. Sajnálom. Visszahívja magát? Igen, itt vagyok benne a helyemen. Köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Majd visszahív. Igen. Visszahív. Anna beszélni akar veled. Rendben. Részeg vagy, menj haza. Beszélni akarsz velem? Igen. Akkor én lelépek. Jó éjszakát. Jó ét, Vili. Jó ét, Vili. Na mi lesz, jössz már? Nem jelentkezik. Pedig azt mondta, hogy otthon lesznek. Hogy is mondtad az előbb? Ezek önálló hölgyek saját véleménnyel, amelyet természetesen változtatnak. Derek, most kaptunk egy fülest. 3 kiló heroin bukkant fel a piacon. Ugye milyen furcsa? Igen. Köszönöm. 2-3 kiló heroin. Egy pillanat. Harry, mit is mondott a barátnőd? Hirtelen őrületes félelem fogott el, és kiöntöttem az egészet a fürdőszobába, beleöntöttem a lefolyóba. Semmit sem öntött a lefolyóba, magával vitte, hogy eladja. Ezt nem hiszem. Egyszerűen nem hiszem. Miért? Miért nem hiszed? Mert ez egy őrültség. Nem akarod belátni, hogy becsapott bennünket? Orrunknál fogva vezetett? Okos kislány, ugye? Szép, hűvös, hidegvérű, akiből minden morális érzék hiányzik, ami manapság nem is olyan ritkaság. Na, na! Persze. Mi van a pénzzel? Azonnal fizetnek. Hány százalék az enyém? 3. Kik ezek az emberek? Nincs nevük. Rendesen. Már nagyon várják. Mikor szállítasz? Ma éjjel. Rendben. Nincs itt senki. Sander szerint heroin bukkant fel a piacon. Akkor valószínű Stein is tudomást szerzett róla. Itt kell lennie. Megvan. Ez az. Ez az. Ez az. Sikerült! Vigyázz, megjöttek! Eltűnt a bőrönd!
maga biztosan nagyon jó színésznő lett volna. Nincsenek itt. Talán hazament a saját lakásába. Ég nála a villany. Forduljon meg! Értesíteni kell a nyomrögzítőket.